Sziasztok! Most érkezek meg a Glamour gálára. Erről fog szólni inspirációs történetek, sztorik és milyen az este. Kezdjük el! Szóval a Glamour gálán vagyunk, Woman of the Year. Tavaly csináltam egy vlogot, ha azt nem láttátok, nézzétek meg. Idén szeretnék jobban bepillantást adni nektek arra, hogy hogy néz ki maga a gála. A Várkert bazárban van, és mellette egy-két interjút csináltam a jelöltekkel, mikor felkészültek, és azt be fogom vágni. Most először kezdjünk egy olyan, hogy milyen a hangulat. Debrasi Laurával beszélnék, és hát azzal kezdem, hogy csoda nagy rajongója vagyok az aranyéletnek, ezt hát nyilván el kell mondani. Viszont amiről beszélgetni fogunk, hogy honnan jön az inspiráció, nem az, amit otthon hagytál a belső erőre, hanem hogy valaki hogy tudja megtalálni azt, ami az életében kell, hogy csináljon, és abban minél jobban kiteljesedjen. Én nagyon hiszek a flow élményben. Hogy megtalál téged az, amit neked kell csinálnod, és visz magával, és ha nem ellenkezel, akkor nagyon zökkenőmentesen fogsz tudni boldogulni, szó szerint, tehát hogy boldog lenni abban, amit csinálsz. Engem az inspirál a színjátszásban, hogy mindig arra gondolok, hogy amikor én nézek nagyon jó színházat, vagy nagyon jó filmet, akkor olyan érzés, mintha közelebb kerülnék saját magamhoz, kinyílnak a problémáim magam előtt, vagy tehát, hogy egyszerűen a saját érzelmeimhez is közelebb kerülök azáltal, hogy mondjuk egy másik embert nézek sírni, nevetni, stb. És, átéled az egészet, ebből tudsz. Igen, és hiszek benne, hogy a színház, meg a film, az ezt adja az embereknek, és ezen keresztül egy ilyen gyógyhatású dolog. És mindig úgy gondolom, hogyha én, mit tudom, én elsírom magam a filmben, vagy egy érzelmet, vagy egy gondolatot ott megfogalmazok az arcommal, testemmel, bárhogy, akkor az valahogy elér a másik ember szívébe is, és akkor benne is megtörténik, és így meggyógyul belül problémáitól, meg ismét. És ez az, amit te a színészeten keresztül át akarsz adni más embereknek. Igen, mert én is ezt kapom. Mert te is ezt kapod. Menjünk vissza a flow élményre, hogy a kétféle ember van szerintem. Az egyik azt mondja, hogy ő neki nem, tehát hogy nem kell dolgozni, meg keresnie, mert csak úgy jönnek a dolgok. A másik meg azt mondja, hogy azért szeretnék egy fokkal nagyobb kontrollt az életembe, tehát valóban bevonzunk dolgokat, megcsinálunk, de attól még szeretném a kezemben tartani. És a flow-nak mind a kettő lehet az értelmezése. Abszolút. Nálad ez mit jelent? Én inkább a spontán típus vagyok. De közben azt is tudom, hogy amikor mondjuk meg kézbe kell venni az irányítást, vagy dönteni kell, akkor bele tudok állni dolgokba, meg el tudom dönteni, mit akarok. De általában a legjobb dolgok váratlanul érkeztek az életembe. És tudsz mondani erre egy példát? Hát mondjuk a legjobb szerepek, vagy akár egyébként maga a színészkedés is, tehát hogy nem véletlenül találtak meg gyerekkoromban. Ez például az egyik legkézenfekvőbb példa erre. De hogy általában ez egy, inkább nálam ez egy állapot, nagyon tudatosan és odafigyelve élem a mindennapjaimat, hogy bármikor, amikor szembe jön egy lehetőség, az készenléti állapotba érjen engem, hogy megragadhassam. Itt mindig kész vagy rá igazából, igen. Magadat tartod, gondolom, igen. Rendben meg vannak a rutinjaid, ilyesmit, amiért nyitottan tudod fogadni. Kb. Ez, igen. De akkor te teremted meg a flow-t, nem csak úgy történnek veled a dolgok. Nem, abszolút azt mondom, hogy én így ötvözöm ezt a két dolgot, amit elmondtál, és amúgy nagyon igazad volt benne, hogy én projektjeimen dolgozom, hanem magamon, és akkor ezzel valahogy így bevonzom a dolgokat. Imádom, nagyon jó. Köszönöm. Hülyeséget mondtam, mert azt mondtam, hogy a legnagyobb installációm az a Szalon Budapest volt. De hát az nem volt az installációm, ott volt egy installáció, amit én készítettem. Hadnagy Sezel Timinek a kooperációjával leszállt közénk egy konfetti felhő, mint egy 3000 valahány darab léggömbbel. Nem egy felhő jött, hanem több mint 3000, ami leszállt közénk. Sok kicsi. Leszállt közénk. Zsófi csinálja a konfetti and co-t, amit most gyorsan megnéztünk Instagramon, itt megmutatom nektek.
hihetetlen inspirációval, különleges, lufik, mindenek, de honnan jött az ötlet? Hát az első gyermekem születése után úgy gondoltam, hogy mindenképpen szeretnék valami olyat csinálni, amit még később átadok neki. Aztán született egy második gyermekem. Röpke 4 év után. Röpke 5 év után. 5 év után. 5 év után, igen. És az alatt az 5 év alatt biztosá vált ez az elhatározás, és amikor megszületett a fiam Lukács, akkor elindultam ezen az úton. És először megtalált. Azt mondtad, hogy megtalált, tehát nem az volt, igen, hogy te igen, magad igen, kereste. Rám talált ez a feladat. Mindig is szerettem otthon családi ünnepeket, összejöveteleket dekorálni. Fontosnak tartom azt, hogy összejövünk és elfogyasztunk együtt egy vasárnapi ebédet. Azt hittem, alkalom... vasárnapi ebéd alatt tőlufikat. Hát, az is lehet. Volt már lufis tortám. Az jó. Szóval, a lényeg az, hogy nagyon sok... dekorációval, csinosítgatásokkal és partikkal töltöttem az időt addig, amíg otthon voltam és kicsi gyerekeket neveltem, és ez így rám talált a lufi azáltal, hogy egy kihívás, ha lehet így mondani, volt 2 évvel ezelőtt, februárban, egy belvárosi showroomnak a megnyitójára bebugyoláltam egy homlokzatot 1685 lépdömbbel. 1680. A Váci utcában. Ez volt eddig a legtöbb? Nem. Nem, az kevés lufi. Mennyi volt a legtöbb? Az volt az első, szinte hihetetlen installáció. A legtöbb az a Szalon Budapesten volt tavaly ősszel, és az 3000 valamennyi, nem emlékszem már a pontos számra. Oszlánci Rékával vagyok itt, aki a Krepinek az alapítója, viszont egészen a gyerekkorodig kellene visszamennünk ahonnan. Ez egy újra gondolt palacsintázó, ami hamarosan franchise is lett, de akkor ugorunk vissza a gyerekkorodhoz. Hát igen, a sztori végül is gyerekkoromba kezdődött, ahol már kialakult bennem az, hogy a vendéglátás iránti szerelem, hiszen családi vállalkozásként sikerült beletekintenem már gyerekkoromba ebbe az egész milliőbe, ebbe az egész világba, és szüleimnek számos vendéglátással kapcsolatos üzlete volt már. Az egyik ilyen nagy szerelmem egy strandbüfé volt, ahol a gyerekkoromat tölthettem, és ott szerencsém volt, és megbíztak annyira bennem a szüleim, hogy nekem adták a palacsintás pultot, ahol nagyon finom kakaós lekváros palacsintákat készíthettem. De ez nem volt elég, és kitaláltam mindenféle extra dolgot, tehát mit tudom én, magyarókrémes palacsinta kis banánnal, tejszínhabba, kis grillázzal, ez az amaz. És engedték azt, hogy ezt a kínálatba felvegyük, és bombasikerként könyvelték el a vendégek, ami nekem akkora inspirációt adott, hogy ezáltal az önbizalmam is megnövekedett, és nagyon-nagyon örültem annak, hogy örömet tudok okozni a vendégeknek, az ügyfeleknek ezáltal, és innen indult a mi sztorink. És ugrunk 10-20 évet nagyjából, gondolom, és akkor hogy lett az, hogy ebből a hobbiszerűségből teljesen újra gondolt palacsintákat csinálsz, és ezzel amúgy inspirálsz is más női vállalkozókat. Az egész vállalkozást a családommal indítottuk el, 23 éves koromban indítottuk el ezt a vállalkozást, és tudtuk, hogy egy éttermet szeretnénk ismételten nyitni, viszont már nem a hagyományos rántott hús, sült krumpli verzióra szerettük volna az egész menüsort építeni, hanem valami különlegesre, valami tematikusra, ami egy gondolat köré épül, ez pedig hát nem más lett, mint a palacsinta. Mert hát ugyanki nem szeretné a palacsintát. Megkérdezünk 10 embert, én úgy gondolom, hogy 9-en tudja, hogy felteszik a kezüket, hogy ők szeretik a palacsintát. Ez az egy meghazudik. Az ő meg biztos, hogy hazudik. És én úgy szoktam hívni végül is, hogy a Krepi nem más, mint a palacsintáknak a Disneylandje, tehát. De jó, ez egy nagyon jó szó. Menjetek el Disneylandbe palacsintázni. Szóval Disneyland most igazából Miskolcon van, de hamarosan franchise is alakul ki, és a franchise... Most jöttél haza Las Vegasból, ahol volt egy franchise
mi ez, egy kongresszus vagy expo, ahol díjaztak téged? Igen. Mivel a Krepi Palacsintaháznak az egész koncepcióját egy franchise rendszeré alakítottuk, ezáltal ezt az egész ötletet, mivel mi egy innovatív, feltörekvő franchise rendszerként funkcionálunk, beadtunk egy pályázatot a Nemzetközi Franchise Szövetség számára, és ezáltal a világ 12 legjobb ilyen koncepciója közébe válogattak, és ennek a díjátadója volt most Las Vegasban, most februárban, ami azt jelenti, hogy meghívást kaptunk a Nemzetközi Franchise Szövetség éves kongresszusára. Ez a világ legnagyobb franchise rendezvénye, 4000 fővel. Mindenki a franchise krémje, a franchise üzletvilágnak a krémje megjelent ezen a rendezvényen, és óriási élményben volt most részem ezáltal, hiszen tőlük tanulhattam. Ők és ki az, aki gratulált neked? A Subway-nek az ügyvezető elnök asszonya jött oda hozzám, és óriási meglepetés volt számomra az, hogy ő akart nekem gratulálni, és bemutatkozott nekem is ötleteket adott, és mentorált engem mindenféle franchise ötlettel. Na ez az. Zsigmond Dóra, Menswear, és ez azért nagyon fontos, mert te vagy az egyedüli a mezőnben női tervezőként, aki férfiaknak tervez ruhát. Így van. Mert érdekelnek a férfiak, vagy a férfi divat? Könnyebben tudok velük együtt dolgozni, és ez nagyon nagy segítség a munka során. Akár, hogyha mondjuk egy divat bemutatóra gondolunk, férfi modellekkel együtt dolgozni, nekem sokkal könnyebb, illetve eladni is nekik. Domáljunk arról, hogy mi a különbség egy, hogyha férfiaknak, vagy hogyha nőknek tervez valaki most tervezői oldalról? Szerintem alapvetően teljesen máshogy kell hozzáállni, akár egy kollekció megtervezéséhez is sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni, véleményem szerint a praktikumra, hogy ruha praktikus legyen, hordható bizonyos szempontból hosszú életű, hogy milyen anyagból van az anyagminőség, illetve tényleg a férfiak nagyon hátrisak tudnak lenni arra, hogy mondjuk a zsebeknek milyen funkciója van, hogy jó helyen legyen, jó méret legyen, megfelelő darab szám legyen belőle. Ezt amúgy szociológiából egy tételből tanultam, hogy miért van itt a zakón gomb, tehát semmilyen funkciója nincsen, de egy díszként hat, és hogy akkor hogy jön össze, hogy valamit mondjuk használunk, praktikus, mert mondjuk egy belső zsebet használunk, de mondjuk egy zakóban egy külső zsebet sosem használnék nagyon. Ezt te hogy közelíted meg? Nálam a ruhadarabok inkább sportosak, mint elegánsabbak és klasszikusabbak, ezért a zsebeknek itt mindenféleképpen használati funkciója van. Tehát, hogy egy zseb az én ruháimon semmiképpen nem díszítő funkciót tölt be, hanem használatit. Jó, köszönöm szépen! Köszönöm én is! És a selfie szobából fejezem be. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek az epizódot. Hogyha most találkoztunk először, akkor kérve iratkozzatok fel, és hogyha ez sem elég, akkor menjünk át Instagramra, ott naponta jövök kontenttel. Köszönöm szépen, hogy nézzetek. Sziasztok!